Tömbölő sújtással fölér. Nagyon téved, mert ennyi csak kövér. Bárki mondjon, elhajtom, mint itten a szánalmas kis negyet legyen. De ha elmélyek értő szót fogad, mondhatom volna szebben kis loga. Más-más stílusban akár, példaként kezdhettem volna, mintha számolnait. Hölgyem, önnek mi nehéz lehet folyton cipelni mázsás terheket. Aztán aggódulok. Ó, asszonyom, nem fél, hogy valakit talán összenyom? Vagy lelkesen? Lássátok, emberek, mi tökéletes forma a kerek. Hogy bosszusom? Álljon inkább amott! Ne takarja előlem a napot! Esetleg bombám. Hát ez miféle? Egyformának hossz egy széle. Sportosan. Inkább átugranám itt sem, hogy megkerüljen önt, madám. Üzletiesen. Mondja, mennyi szövettel lehet testébe venni? És ha fényképet készítenének őről, úgy hány tekercsfilm telnék meg? Katonásom, a világ szalután, ha egy ország ilyen lábokon áll. De akár irigyel is szólhatna. Ennyi hányal éjjel nem halhatna. Ha nekem volna ennek csak fele, tán már a bőségben fulladnék bele. Vagy mondja vígan, tudja kis hölgy, hogy minden léptint követi egyből? Tudományosan. Súlya érthető okokból észrefel nem mérhető, mert úgy konvergál a végtelenhez, mint a végbelem az alfelemhez. Hogy gyermekim? Maga nem is néni, hanem egy pufog, óriás bébi. S végül mondhatta volna azt is, kis fücsúr, ön egy csodás galaxis, amely körül, ha kering nem kéne, utam fél években volna mérve. S ha ennek hosszú szófolyam, nem bennem, hanem magában fogam, s elintárjuk büszkén, peckesen, akkor sem bocsátom meg. Nem, sohasem, mert magamat kigunyolom, ha kell. De hogy más mondja, azt nem tűröm el.